Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Úgy mesélik, ha egy év véget ér és kezdődik az új év, ebben az időszakban a szellemek uralkodnak. Vannak gonosz szellemek is, de vannak jó szellemek is. Ez egy olyan misztikus időszak. És a mai napon, tehát december 28-án éjfél előtt kívánhattok valamit. Ez a kívánság megvalósul, és ez jó nap lesz áprilisban, április 27-én megvan az eredmény, vagy erősít benneteket. A mai nap, és ez a kívánság, kihat április hónapra. Az lehet egy új kezdet. És mi a fő téma még áprilisban, azt most megtekintjük. Ezen a képen a kelyhek láthatóak, és az érzelmekre utal. Az alsó három kehely, az fel van döntve, ott folynak a könnyek, ez jelenti a múltat. De ne a múlttal foglalkozzunk, hanem a jelennel, és ezt mutatja ez a férfi itt középen, és ez a tartás, ez a befele tekintés lesz fontos számunkra. A jövő felül látható, a két kehely, az ott még áll, az nem tört össze. Ez jelenti a lehetőségeket, utal a párkapcsolatra, a szerelemre, de lehet egy előnyös szerződés is. Ami még fontos így április hónapban, az egy új kezdet. De ez a férfi mutatja a tartásával, hogy ne siessük el a dolgokat, hanem tekintsünk befele, mert kell ez a belső béke, ez a nyugalom, és lesz egy jövő. A lehetőségek láthatóak. És ez volt a videóm. Köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!